Hello, hello, sziasztok! Remélem jól vagytok. Ma tanuljunk megint egy pár francia kifejezéseket, mivel azokból nagyon sok van, és vannak viccesek is. Mondjuk már tanultunk egy pár vicceset, de mint a csótányost, de azért azon kívül még vannak viccesek. Például, faut pas pousser Bobon dans les orties. Az azt jelenti, hogy nem kell túlzásba vinni a dolgokat. Szóval, amikor valaki valamit mond, és látjátok, hogy egy kicsit túlzásba viszi, azt lehet neki mondani, hogy oh, faut pas pousser Bobon dans les orties. Hogy hú, azért nem kell belelökni a nagymamát a csalámba. Mert ez konkrétan azt jelenti, hogy nem kell belelökni a nagymamát a csalánba. Szóval faut pas, az onnan jön, hogy il ne faut pas, nem kell. Il ne faut pas. Pousser, az a lökni. Bobon, az a nagymama, de azt nem csak úgy kell mondani a nagymamát, hanem úgy is lehet mondani, hogy mami, vagy grand-mère, vagy mémé. Szóval mindegyikkel lehet mondani. Faut pas pousser mémé dans les orties, vagy faut pas pousser mamie dans les orties, vagy faut pas pousser bobon dans les orties, vagy faut pas pousser grand-mère dans les orties. Mindegyiket lehet mondani. És dans les orties, az azt jelenti, hogy a csalánba. Ortie, az a csalán. Szóval nem kell belelökni a nagymamát a csalánba. Nem kéne túlzásba vinni. Avoir du pain sur la planche. Avoir, amikor valami van. Du pain, kenyér. Sur la planche, a deszkán. Szóval, ha van kenyér a deszkán, franciául, az azt jelenti, hogy sok munkád van. Ah, j'ai encore beaucoup de pain sur la planche. Vagy j'ai encore du pain sur la planche. Nekem még sok munkám van. Vagy nekem még van munkám. Avoir du pain sur la planche. Avoir du pain, un pain, kenyér, sur la planche. A deszkán. Se tourner les pouces. Az magyarul lopni a napot. Nem tudom, ezt interneten néztem meg. Ez amikor valaki unatkozik. Se tourner les pouces. Tudjátok, amikor így az ujjainkkal így csinálunk. Most az egyik kezemmel filmezek, úgyhogy nem tudom mind a kettőt mutatni, de amikor így mind a kettővel így körbe-körbe. Se tourner les pouces. Így. Az azt jelenti, hogy se tourner les pouces. Unatkozni. Menjél vissza. Szóval tourner, az fordulni, pörögni. Tourner. És les pouces, az a hüvelykúj. Pouce, hüvelykúj. Se tourner les pouces. Unatkozni. Fordítani a hüvelykújokat. Vagy pörögtetni a hüvelykújokat. Faire le pont, az egy dolog, amit nagyon-nagyon szeretik a franciák, és nagyon rendszeresen is használják, mert amikor például csütörtök egy szabad nap, mert szabadság van, mit tudom én, milyen nap lehetne, akármilyen karácsony, vagy akármi, ha csütörtökön van, akkor pénteken például úgy döntik az emberek, hogy nem mennek dolgozni, és akkor egy ilyen hosszú hétvégük van, és azt úgy hívják franciául, hogy faire le pont, csinálni a hidat. Faire, csinálni, le pont, a pont az a híd. Szóval csinálni a hidat, az azt jelenti, hogy egy ilyen hosszabb hétvégét csinálni magának, vagy valami ilyesmit. Egy nap szabadságod van, utána visszamész dolgozni egy napot, utána vagy jön a hétvége, vagy fordítva lehet az is, hogy van a hétvége, hétfőn dolgozni kéne, és kedden van egy szabadság, hát akkor is úgy csinálják az emberek, hogy ils font le pont, hogy csinálják ezt a hidat, hogy
Hétfőn nem mennek dolgozni, hanem a hétvégét meghosszabbítják a kedd estéig, és csak szerdán mennek dolgozni. Faire le pont. Ti Magyarországon is csináltok hidat? Ez nem tudom, hogy ez egy francia szokás-e, vagy hogy ez Magyarországon is így van, de Franciában nagyon-nagyon szerettik a hidat csinálni. Faire le pont. Nem építeni, hanem csak csinálni. Szabadságot. És egy utolsó kifejezés. Donner le feu vert. Donner, adni. Le feu, az a tűz, de le feu vert, az a zöld lámpa. Vert, az a zöld. Feu vert, az a zöld lámpa. Szóval, amikor valaki odaadja nektek munkahelyen, vagy akárhol a zöld lámpát, mindjárt elestem, vagyis majdnem, az azt jelenti, nézzétek meg, milyen helyeken járok, ilyen helyeken járok, azért esek el majdnem, na mindegy. Szóval én, amikor valaki odaadja nektek a zöld lámpát, az azt jelenti, hogy megengedi, hogy csináljátok azt a dolgot, amit kértetek. Szóval például oda mentek valamit kérni, vagy mit tudom én, vagy valami munkát kéne csinálni, és megkéritek, hogy akkor ezt megcsinálhatjátok-e most, vagy mit tudom én, és akkor valaki azt mondja, hogy oké, je te donne le feu vert, oké, odaadom neked a zöld lámpát, ami azt jelenti, hogy oké, akkor csináld meg. Kristálytiszta, nem? De jó, szóval a mai francia leckéből is szerintem mára ennyi lesz. Remélem, hogy tetszett ez az új francia lecke, és nem sokára találkozunk egy másik leckén, próbálok nem elesni. Sziasztok! Я не знаю, как это называется. Но я не знаю, как это называется.